Не кажется, что нет? Sziasztok, Hidik Dávid vagyok, és a Sweet 2-ről szeretnék nektek beszélni. Elsőként azt szeretném megkérdezni, ki az, aki valaha látott már Sweet kódot? Oké, akkor lehet, hogy valakit érdekelni fog, amiről beszél. Egy kicsi háttérsztori, és hogy éppen hol áll a Sweet. Ugye ezt 2014 nyarán jelentette be az Apple, hogy objektív C mellett most már Sweetben is lehet alkalmazásokat fejleszteni a platformjaira. Ugye ez majdnem több mint egy év. Mik voltak ezeknek a fontos lépcsői? Ugye először a Swift 1 jött ki, ezt követte tényleg tehát már használható verzióban a Swift 1.2 idén tavasszal, és most szeptember 21-én jött ki az új OS X-nel a Swift 2. Tehát, hogyha letöltitek a legújabb oprendszert Mac-ekre, ma már szerepel a Xcode 7-es verziója, amivel már lehet Swift 2-es kódot írni, és ezeket már elfogadja az App Store is, tehát fel lehet tölteni Swift 2-ben fejlesztett alkalmazásokat az App Store-ba. Itt egy kiadási hinta az Apple-től, hogyha esetleg kell még támogatnod olyan projektet, ami Xcode 6-ot vagy Swift 1.2-t támogat, akkor még ne frissítsél, mert az új elkapitán alá nem lehet felrakni az Xcode 6-ot. Tehát itt eléggé meg lehet ütni a bokákat. Egyik legnagyobb változás, hogy a printelent átnevezték printre. Ez elég hamar kiderül, mikor megpróbálod használni, mert kapsz róla egy hibőzáltat, hogy cseréld be printre. Hát lépjünk is tovább. Ennél sokkal hasznosabb új feature a kettős keresztel véletből. Így már nyelvi szinten meg tudod vizsgálni, hogy milyen platformon fut éppen a programot. Az available és az iOS verzió használatával, és ez nem csak arról szól, hogy tudod, hogy az adott feature elérhető azon a platformon, amin majd éppen vagy, hanem hogyha ennek az elzárgába írsz egy olyan feature-t, ami nem támogatott csak az adott platformon vagy felette, akkor az Xcode error-t fog neked dobni, hogy nem alkalmazhatod. Még egy kisebb változtatás, hogy dual helyett most már repeat write kell írnunk. Nem tudom, hogy ki használt az elmúlt egy évben hátultesztelő ciklust, de ezt mindjárt megértitek, hogy miért kellett. Innentől pedig kb. Hibakezelési feature-ök jöttek be a nyelvbe. Tehát bevezették a try catch-et, amit dual kell kezdeni mostantól Swiftben. És hogyha egy olyan függvényt akarsz használni, ami dobhat hibát, akkor azt try cool szóval kell kezdened. És utána pedig ugyanaz, mint egy általános try catch-nél el tudod kapni az általa dobott hibát. Ezzel kb. Hasonló a guard cool szó, tehát hogyha valamilyen olyan dolgot szeretnél használni, mert nem biztos, hogy le fog futni, akkor a guard cool szó használata után dobhatsz egy elzárgot, hogy mi történjen akkor, hogyha nem működik az a dolog, amit szerettél volna használni. És még egy nagyon pici feature, ez pedig a defer cool szó. Mire jó ez? Hogyha valamit a defer blokkba írsz egy scope-on belül, akkor amikor az adott scope be fog fejeződni, lehet, hogy egy hiba által, attól függetlenül, ami a differ kapcsolatzárójelek közé írtál, az még nem fog futni. Tehát például fel tudsz szabadítani allokált memória területeket. És egy picit, hogy ne álljunk meg a Swift 2-nél, a Xcode 7 beta 2 már elérhető a Swift 2.1. Milyen apró dolgokat hoz, nyilván nem akkor a feature-öket, mint a maga a 2. Egy stringben most már lehet írni egy másik string literát, tehát ez sok fejlesztő nagyon örült ennek a feature-nek. Hogyha van egy olyan függvényed, ami mondjuk egy anyintet vár, akkor annak már áthathatsz egy string anyit, mivel ugye megfeleltetők egymásnak a típusok. Hogyha például ezután egy class-ban private változót vagy bármit létrehozol, akkor a fordító nem fogja újra fordítani az egész projektedet, hanem kioptimizálja ezt, és csak az adott fájlt fogja újra fordítani.
és ezen kívül még más bugfixek és további objektív C backward compatibility lettek lesznek a Swift 2.1-be. És ezen kívül még nyáron a Swift 2 bejelentése kapcsán ezekről azt is megígérte, hogy az év végig a Swiftet open source-olni fogja. Tehát elméletileg nem csak az ő platformjáról lehet majd használni a nyelvet, hanem más használat is lehetségesé válik. És köszönöm szépen, ha van valami kérdésetek most, vagy utána tegyétek te föl. Senki? Igen? Azt tudtuk, hogy már tavaly járom is lehetett ebben mondjuk hasznos alkalmazásokat leírni, csak nem volt érdemes. Ebben már érdemes? Én az előzőről is írtam értelmeseket, igen. Mármint, hogy lehetett, csak hogy képlékeny volt még maga a nyelv? Én továbbra is azt mondanám, hogy látod, hogy folyamatosan változik. De érdemes szerintem együtt haladni a nyelvvel. Amikor kijön egy új Xcode verzió, amiben esetleg új Swift verzió lehetséges, mindig van egy konvertáló funkció, ami elérhető az Xcode-ban, és általában a legtöbb nyelvi változtatást átalakítja neked, vagy ha nem tudta, akkor szól neked, hogy ezt meg ezt írd át. Tehát nem egy olyan nagy dolog, szerintem egy pár óra alatt lehet verziót lépni. Nem? Elterjedtsége mit lehet tudni, tehát például a nagy cégek, például saját alkalmazásaiknak a fejlesztőnek? Hát igen, az Apple-nél érdekes, mert annyit lehet tudni, még a saját alkalmazásait nem szívben írja. Viszont a dokumentációk erősen először szívben jelennek meg az új feature-ök kapcsán, ami mondjuk egy új iOS verzión elérhető, tehát picit kétesnek érzem még a Apple-ön belül is. Ezen kívül nagyobb cégeknél nem tudom, hogy használják-e. Tehát szerintem nekem az volt legalábbis Magyarországon a benyomásom, hogy kevés a cég és ember használja még a Swiftet. Igen? Az írok benne, az oké, hogy a fejlesztő környezethez ápítani kellene, írok benne, az visszafelé nem tudom. Oké. Tehát azt mondod, hogy mondjuk egy... Tehát mondjuk Swift 2-be írsz valamit, az mind fog fordulni. Futni. Hát igaziból, ha csak mondjuk iOS-t nézel, akkor az abban használt feature-ök fogják igazából megkötni a kezedet. Tehát amit például láttatok az available kúszó használatával, tudsz visszamenőleg kompatibilis lenni a magadhoz. Tehát ezzel nem lesz problémát. Sok kérdés? Igen? Tesztelni tudtok? Mármint Swiftben? Igen. Swiftes tesztet tudsz írni. Igen, tudsz. Valami ezt hasonlít? Valami ezt hasonlít, de. Igen, tehát hogy mondjuk tudsz másik olyan tesztkeretrendszert mondani, ami ez így nagyon hasonlít a Swiftes tesztet is? Például ami elérhető volt objektív cél alatt az XUnit teszt, az ugyanúgy elérhető Swifthez is. Köszönöm.